A JobCon egy frankfurti székhelyű cég másfél éve működik Szerbiában és a környező országokban, azzal a céllal, hogy összekösse a hazai munkavállalókat a külföldi munkaadókkal. Az ügyfél helyett a professzionálisan kidolgozott életrajzzal, kísérő dokumentációval, tehát az általa kívánt munkahelyekre pályáztatjuk. Célcsoportuk a magyar vagy más EU-s útlevéllel és német nyelvtudással rendelkező ügyfelek, akik olyan szakmával rendelkeznek, amely Németországban hiány szakmának számít. Állandóan keresett a medicína, tehát az orvosok és az egészségügyi nővérek. Most, ami új, ez körülbelül egy fél éve jött föl, hogy keresettek sofőrök, buszsofőrök, kamionsofőrök, stb. Ugyanakkor, ami most úgy legújabban merül föl, az az, hogy keresettek a kindergartenokba, tehát a gyerek vigyázás és ellátás körökben a munkások. Ez mellett úgy szintén mindig keresettek a szakmunkások, főleg az elektrotéren, de ácsok is, vagy építészetben. Szerbiai kirendeltségén keresztül eddig mintegy 12 ügyfél talált munkát, köztük Deák Zsuzsanna is. 10 hónapja vagyok most itt, és egy hotelben dolgozom recepción. Frankfurtban vagyok, meg vagyok elégedve a munkámmal, és egyelőre itt szeretnék maradni, tehát nem szeretnék hazamenni. Huszka Dávid a Vajdasági Rádió újságírója, a Work and Travel, avagy az egyetemistáknak szánt dolgozz és utaz elnevezésű programon keresztül volt 2 alkalommal az Amerikai Egyesült Államokban. Különböző szezonmunkákat végzett, amiért az órabér 7-től 10 pár dollárig megy. Megfordult-e Dávid fejében, hogy ott marad az Egyesült Államokban? Sok mindent veszítenék azáltal, hogy kint maradjak vendégmunkásként dolgozni, és egyáltalán nem, számomra nem érné meg.